estét kívánok nézőinknek! Az Oxigén Televízió híradóját látják november 24-én csütörtökön. Generációkat hozhat össze a kertészkedés a Lepke utcai idősek otthonában Győrben. Erről is szó lesz hamarosan, és beszámolunk arról is, hogy Semjén Zsolt tartott lakossági fórumot Csornán. Jönnek a részletek, kezdődik a híradó. Az energiaárak növekedését a hazai zöldség- és gyümölcstermesztők is megsínlik. Győr-Moson-Sopron megyében legtöbben geotermikus energiával fűtenek, de a világítás drasztikusan megdrágult, írja a Kisalföld. A lapnak több termelő is azt nyilatkozta, hogy az elmúlt évben nőtt a hazai termékek iránti kereslet, de még mindig rendkívül árérzékeny a magyar piac. A zöldség és gyümölcs mennyiségét tekintve valószínűleg lesz elég télen is, viszont a hazai termelők mellett a belga és a holland üvegházak is nehéz helyzetben vannak. A hiányt marokkói és spanyol importtal lehet pótolni, azonban a távolság miatt az innen származó paradicsomot zölden vagy félzölden kell leszedni és úgy szállítani. Emiatt ízben és beltartalmi értékekben nem tudják azt a színvonalat hozni, mint a hazai friss termés. Győr-Moson-Sopron megyébe több mint 16 ezeren költöztek a múlt évben, a távozók száma pedig meghaladta a 14 ezret, derült ki az egyik ingatlan közvetítő cég vándorlási adataiból. Az állandó lakhelyet váltók közül a legnagyobb 85%-os arányban Győr-Moson-Sopronban találtak új otthonra a megyén belül az érintettek. A nyugati határmegyét Baranya és Vas megye követi 80% feletti eredménnyel. Csongrád és Tanád megyében pedig a költözők 59%-a településen belül váltott lakhelyet. Hasonlóan magas a településen belül költözők aránya Hajdú-Bihar és Békés megyében is, ahol az elköltözők 57%-a maradt az adott településen belül. Az elemzésből kiderült az is, hogy Győr-Moson-Sopron megyén belül pedig 22 ezeren váltottak lakhelyet, 10 ezeren másik településre, több mint 12 ezeren pedig az adott településen belül költöztek el. Legalább 4000 milliárd forintnyi veszteséget okozott eddig a magyar költségvetésnek az Európai Unió elhibázott szankciós politikája, jelentette ki Semjén Zsolt szerdán Csornán. A miniszterelnök helyettes a Mondj nemet a szankcióra című országjárás részeként tartott fórumot a Premontrei apátságban. A brüsszeli szankciós politika 10 milliárd euró veszteséget okoz a magyar költségvetésnek, jelentette ki Semjén Zsolt szerdán Csornán. A miniszterelnök helyettes a Mondjunk nemet a szankciókra elnevezésű országjárás keretében tartott fórumot a Premontrei apátságban. Semjén Zsolt kiemelte, a szankciók nem veszik figyelembe az Európai Unió érdekeit, éppen ezért át kell gondolni ezt a fajta politikát. Hozzátette, a magyar kormány semmit nem fog támogatni, ami veszélyezteti a magyar emberek ellátását, ezzel együtt pedig segítik az országban élőket. Ezért vezettük be az élelmiszerekre az ársapkát, ezért vezettük be a kamatstopot, és ezért vezettük be a benzinre is az ársapkát. Ez és a rezsicsökkentés segít abban, hogy az emberek nagy része megemelkedett, vagy lényegesen megemelkedett ár nélkül vészeljék át ezt az időszakot, és hogy ez egy statisztikai számra is lebontva legyen, ez átlagosan havonta minden magyar családnak 180 ezer forint megtakarítás jelent. Ha nem volnának ezek a rezsicsökkentési védelmi lépések, akkor még egyszer mondom, minden magyar család havonta 180 ezer forinttal többet fizetne, amit nyilván a családok nem bírnának ki. Semjén Zsolt kiemelte, Magyarország továbbra is a békepártyánál. Az orosz-ukrán háború esetleges eszkalálódása az egész világot veszélyezteti, ezért orosz-amerikai tárgyalásokra, mielőbbi tűzszünetre és béketárgyalások megindítására van szükség. Ha pedig mindez megtörténik, akkor az energiaárak is csökkenhetnek. Jogerős ítéletben 3 év fegyházra súlyosította a bíróság egy prostitúciós tevékenységet folytató, nőket kihasználó férfi büntetését. A férfi még évekkel ezelőtt rábeszélt egy fiatal lányt, hogy Ausztriában, majd Svájcban különböző bárokban prostituáltként dolgozzon. A lány ebbe belement, és az így keresett jövedelmének nagy részét a férfinak utalta. Egy idő után ki akart szállni, de a férfi nem engedte, bántalmazta és megfenyegette. A lány végül 2014-ben feljelentette a férfit. A győri ítélőtábla november 22-én hirdette ki jogerős ítéletét, miszerint a férfit 3 év letöltendő fegyházbüntetésre súlyosították. 1 millió forint értékű cigarettát talált a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgálati kutyája Ácsnál egy buszban. A pénzügyőrök az M1-es autópálya Komárom-Esztergom megyei szakaszán egy román kis buszt vizsgáltak át. Gucci, a cigaretta és kábítószerkereső kutya az oldalkárpitnál adott jelzést.
A szimata nem csalt, hiszen a NAV munkatársai összesen 460 doboz cigarettát találtak, melyeket a sofőr és az egyik utasa rejtett el. Az 1 millió forint értékű árut lefoglalták és eljárást indítottak. Metélő hagymát, kakukkfüvet és madársalátát ültettek el abba a magas ágyásba, amelyet a Lepke utcai idősek otthonában alakítottak ki Győrben. Újabb állomással bővült a Nemzedékek kertje, amelynek célja, hogy a kertészkedésen keresztül hozza közelebb egymáshoz a különböző nemzedékek tagjait. Az idősek gondoltak a madarakra is, a számukra készített eleséget az udvarfáira akasztották fel. Mit adhatok? Nekem egy lapátot. Lapátot? Köszönöm. Elkészült a magas ágyás az idősek Lepke utcai átmeneti gondozóházában. A földbe fűszer és gyógynövények palántái kerültek, amelyeket az otthon lakói is gondozhatnak majd. A Nemzedékek kertje a Széchenyi István Egyetem és az önkormányzat közös kezdeményezése, célja pedig az, hogy összehozza egymással az időseket és a fiatalokat. A kertészkedésre az a legjobb, hogyha már a szüleitől nem tudják megtanulni, akkor egy ilyen program keretében az idősebb emberektől meg tudják tanulni. Így kialakul egy kapcsolat az idős emberek és a fiatalok között, és ez egy természetes kapcsolattá válik. Másrészt pedig, ahogy mi is tanultunk a nagyszüleinktől rengeteg mindent, és a szüleinktől, így a gyermekek is tanulhatnak. Úgyhogy ez mindenki számára jó, egy aktivitást az időseknek, és egy tudást kapnak a fiatalok. Több éves múltra tekint vissza a program, amely időseknek tartott gyógynövényekkel kapcsolatos foglalkozásokkal kezdődött. Ezekre gyerekeket is hívtak meg a szervezők, akik azt tapasztalták, hogy nagyon jó volt a két nemzedék közti együttműködés. Azóta óvodában, iskolában, sőt nemrég egy bölcsödében alakítottak ki kis kertet. Ebben a programban most a Zöld utcai bölcsödében alakítottunk ki egy kis kertet, ami tényleg újdonság, talán a világon nincs is ilyen, hogy bölcsödésekkel kertészkedni, de nagyon sok mindent már ők is meg tudnak csinálni, de az a lényeg, hogy tapasztalati, természettel való tapasztalatszerzésre alkalmat kínálnak ezek a kis kertek. Aztán még a Radó iskolában egy másik telephelyen lesz kert. A Nemzedékek kertje, illetve annak küldetése fontos az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény számára is. Mindent megteszünk azért, hogy az idősek életminősége minél jobb legyen, és minden olyan üde dolog, mint akár egy ilyen magas ágyás, azért megszínesíti a mindennapokat. Egyrészt az idősek hozzá is tudnak férni, hiszen magasabban van, és így nem kell lehajolni, amiközben esetleg megszédülhetnének. Egy kicsit ők is megérinthetik a növényeket, ültethetik, gondozgatják, valamint itt a mellette lévő idős klubbal való szoros kapcsolatot is erősíteni fogja ez a magas ágyás. Az idősek a palántázás mellett madárkalácsokat is készítettek. A magvakból álló eleséget a parkfáira akasztották fel, hogy az ide látogató madaraknak télen se kelljen éhezniük. Megújul a közösségi ház Mária Kálnokon. A település közösségi háza az 1900-as évek elején épült, és a település legimpozánsabb épülete volt. Az élhető település elnevezésű felhíváson sikerült elnyerniük az épület teljes körű felújítására és az alapvető eszközbeszerzésekre szükséges összeget. A felújítás részeként kialakítanának egy nagyobb előadótermet a település különböző rendezvényei számára. Az épület új és korszerű nyílászáró cserén is átesik, új padlózatot kap, és a felvizesedett falakat szigetelik és újra festik. Mindezek mellett korszerűsítik a gépészetet, és építenének egy megfelelő méretű színpadot is. A felújítás a közbeszerzési eljárást követően el is kezdődik. A tervek szerint 2023 második felében el is készül. A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel közösen gyűjtött tartós élelmiszert a Győri Egyházmegyei Caritas november 18 és 20-a között két győri élelmiszerüzletben. Az egész héten át tartó gyűjtés során 40 önkéntes segítségével összesen 1,2 tonna élelmiszer gyűjtött össze. Az összegyűlt tartós élelmiszerek többek között étolaj, cukor, liszt, rizs, száraz tészta és édesség egységcsomagokba kerülnek, melyekkel célzottan támogatják a velük kapcsolatban álló rászoruló családokat az adventi időszakban. Tavaly első magyarként nyert mérkőzést és kiszállójával rekordot döntött Ihász Veronika a VDF angliai VB-jén. A kiváló győri dobó idén is első lett a kelet-európai ranglistán, így sorozatban másodszor szerepelhet az amatőrök legrangosabb viadalán, írja a Kisalföld.
A győriek kiválósága már a tavalyi verseny végén kijelentette, mindenképp szeretne újra játszani a VB-n, ezért az elsődleges célja, hogy ismét kiusson a tornára, ami sikerült is a sportolónak, hiszen a hétvégi prágai ezüst kategóriás besorolású VDF versenyt követően biztossá vált, hogy a kelet-európai ranglista éllovasaként ismét ott lehet a szervezet legrangosabb tornáján, a VB-n. Alsóházi rangadót játszottak a női vízilabda OB1-ben, miután sem a házigazda Uni György JVS-e, sem a vendég szegedi csapat nem nyert még mérkőzést, mindkét gárda az első sikerére hajtott. A női vízilabda bajnokság 5. fordulójában az Uni György JVS-e a szegedieket fogadta, és rögtön magához ragadta a kezdeményezést. Kurucz Kata majd Török Dorina talált be, ám a gólokra a túloldalon hamar jött a válasz. Az első negyed így szoros csatát hozott, amelyben a házigazda vezetett. A második játék részben aztán magukhoz ragadták a kezdeményezést a vendégek. A tavalyi bajnokságban egy góllal nyertek így Győrben. Szegeden döntetlenre mérkőztek egymással a felek, azóta viszont mindkét csapat játékos kerete kissé átalakult. Amíg Győrben hosszabb lett a kispad, Szegeden rövidebb. A 14 játékos helyett csak 11-et nevezett Varga Tamás edző. Ennek ellenére a harmadik negyedben már 7-5-re vezettek a vendégek. Kezdő játékosaink között van 3 olyan játékos, aki Budapestről érkezik hétvégére. Nagyon nehéz ez mindannyiunknak, a játékosainknak is, akik Szegeden vannak. Nekem pláne, én még életemben nem voltam ilyen szituációban, nagyon-nagyon nehéz így összerakni bármilyen nemű precíz védelmet, ami ugye nekem a veszőparipám volt mindig, de hát nehezen várható el ugye ezektől a 14-16 éves lányoktól, hogy azon nyomban ezt tudják. A folytatásban aztán, mint a varázsütésre megváltozott minden. A mérkőzés előtt 2 nappal 16. születésnapját ünneplő Tormaluca egyre több szegedi lövést fogott meg, a túloldalon pedig elkezdtek potyogni a gólok. Szerlák Móni vezérletével 5 hétről 11 hétre módosult az állás, azaz egy 6-0-ás rohammal átvette a vezetést a Győr, és innen már nem is engedte ki a kezéből a mérkőzést. Egyetlen egy dolog történt most a mai mérkőzésen, ami az előző mérkőzéseken nem, az pedig, amiről beszélünk most már, hogy lövés, lőjünk, be tudtuk lőni, nagyon jól fogalmazta hátulról, ha azokat ugyanúgy lőjük, mint szombaton, vagy az előtte lévő mérkőzéseken, hogy 27-ből 4 gólt tudunk lőni, akkor ez is egy, mondhatni úgy, hogy teljesen lehet, hogy fordított eredmény születik 100%-osan. Ennyivel voltunk most egy picivel jobbak, hogy a hátsó lövéseink jobban sikerültek, mint a Szegednek. A korábbi alsóházi rangadókon rendre problémát jelentett, hogy hamar kipontozódott valaki az Uni Győr játékosai közül. Most azonban a védekezés nem csak hatékony, hanem fegyelmezett is volt. Ez is döntetett a felek között. Fontos momentum volt. Zsolt a meccs előtt ezt is elmondta, hogy jobban kell egymásra figyelnünk, hogy ne veszítsünk el senkit, illetve most taktikailag is máshogy forgattuk a játékosokat, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy kulcs szerepet töltött be. Az Uni György JVS-e végül 12-8-ra nyert, így amióta felkerült az OB1-be, az első hazai győzelmét aratta. A sikernek köszönhetően a 10 csapatos bajnokságban immár 8. a csapat. Pénteken a reggeli pára és kötfoltok feloszlását követően többfelé süthet ki hosszabb időszakokra a nap, de keleten, észak-keleten lehetnek erősebb felhős körzetek. Számottevő csapadék nem valószínű, eleinte észak-keleten fordulhat elő kisebb csapadék. Hajnalban -3 és +4, délután 4 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk, észak-keleten marad hidegebb az idő. Szombaton hajnalban sokfelé képződhet sűrűköd, mely lassan ritkulhat. Máshol naposabb és felhősebb tájakkal is találkozhatunk, elszórtan kisebb eső is kialakulhat. A Dunántúlon feltámad az északnyugati szél, napközben 4-10 fokra van kilátás. Vasárnap naposabb és felhősebb tájak válthatják egymást, csak néhol alakulhat ki kisebb eső, eleinte esetleg ónos szitálás. Nyugaton élénk lehet az északi szél, a legmagasabb hőmérséklet 4 és 10 fok között alakulhat. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket, ez volt az Oxigén Televízió híradója november 24-én csütörtökön. További híreinket és tudósításainkat megtalálják a gyurihírek.hu weboldalon és az Oxigén Média Facebook oldalán. Híradóval legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Yeah.